Csütörtök este lejátszották az első osztályú városi kispályás labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját a Barátságparkban. Rögtön egy rangadóval kezdődött a mérkőzések sorozata, hiszen a tavalyi bajnok Csőlavina találkozott az eddig hibátlan Unicentrállal. Meglepetés azonban nem született, ugyanis a citromsárgában játszó címvédő ezúttal is hozta formáját, és 5-1-re múlta felül a narancsárgákat. Szerencsére sikerült megnyerni a második mérkőzésünket is a bajnokságba, hiszen múlt héten nem játszottunk, úgyhogy ez volt a második mérkőzés. Szerencsére úgy gondolom a papírformák megfelelően ezt be is húztuk. Ezt követően a Formix FC 7-0-ra legázolta a pannonhalmi borozót, majd a tavalyi gólkirályti soraiban tudó Adria Gelato nyert 5-2-re az FC Szeninger ellen. Horváth Mário ezúttal is kivette a részét a sikerből, hiszen 4 gólt lőtt. A gólgazdag találkozók után következett a legkevesebb gólt hozó mérkőzés. Az újonc Falka 2-1-re maradt alul a Hartekkel szemben. Egy órával később az eddig hibátlan Kaméleon FC könnyedén 6-3-ra verte a Taurius Kft-t. A Margaréta virágüzlet sztártechnika összecsapáson 5-3-as végeredmény született. Az utolsó találkozón aztán hengerelt a tavalyi ezüstérmes. Az Izol 2000 fölényesen 9-0-ra verte az újonc Thermoplex FC-t, amivel a tabella élére állt.